Sziasztok! Ti használjátok a ChatGPT-t? Milyen előnyei vagy veszélyei lehetnek a mesterséges intelligenciának? Valóság lesz a sci-fi? Vagy már abban élünk? Lássuk, mit gondolnak az erre járó kerők. Hogy mit gondolsz a mesterséges intelligenciáról? Húha! Jaj, erre nem számítottam, oké. Hát nem tudom, lehet káros is, meg lehet jó is igazából. Egész nap dolgoztam, most ez fáradt vagyok, ne haragudjatok. Néha szoktam én is rákérdezni, és akkor, de én nem a fizetős vagyok, csak ami ingyenes, és az mondjuk eléggé ilyen visszafogott, hogy mondjam, abból nem sok minden derül ki. Tehát ezeket meg tudnám keresni amúgy is az interneten, ez csak így segít, ez egy ilyen mankó. Hát nekem a Terminátor film jut róla eszembe, Genesis, Skynet, jönnek a robotok, azt mozgatja. És suliban nagyon sokszor szoktuk használni, és szerintem ami nagyon jó, mert esetleg dogában puskázáshoz is használható, vagy esetleg bármilyen házi feladat megoldáshoz, úgyhogy szerintem nagyon hasznos. Használod a ChatGPT-t? Egyszer használtam. Nem. Igen, néha. Nem mindig, csak néha. Nem. Mit gondolsz, a robotok átveszik majd egyszer az irányítást? Hát nagyon remélem, hogy nem. De hogyha igen, akkor kiütjük őket, és visszaveszük az uralmat. Hát nem hiszem. Mert igazából az emberek alkotják, tehát nyilván olyanra alkotják, ami úgymond biztonságos, tehát hogy remélhetőleg. Mint a Terminátorba? Nem igazán hiszem. Nem hiszem, de az emberiség minden esetre elég rossz úton jár. Szerintem sem, mert mindig lesznek olyan munkakörök például, amiket például csak emberek tudnak végezni. Tehát Pesten voltam, ott hívtam fel a telefonosokat, és az mesterséges intelligencia ötödjére se értette, hogy mit akarok. Nézd, erről jobb nem beszélni, mert én ehhez nem nagyon értek, megmondom őszintén. Hát ki tudja, rajtunk múlik. Kezükbe adjuk az irányítást, akkor biztos. Annyira még ezzel nem gondolkoztam, de amúgy így belegondolva annyira nem. Hogyha tervezhetnél magadnak egy tökéletes robotot, milyen feladatokat végeztetnél el vele? Hát fizikai munkát, az biztos. Inkább jobbára azt. A többit hagyja meg nekem, hagyj éljek én is. Takarítás, az biztos. Hát nem tudom, igazából a sok házi feladatot megcsinálhatná, vagy egyetemre bejárhatna helyettem. Ha nagyon sok órám van, és nagyon fáradt vagyok, szóval igazából ezeket. Én inkább kommunikálnék vele, hogy mit tudom én, lenne, egy társ legyen inkább. Jó beadandókat csinál nekünk egyetemre. Igen. És milyen feladatokat végeztettek el vele, milyen beadandókat? Mindent is, amire lehet. Eszéket. Vizsgára, eszét, bármit. Ami segít a tanulásba. Egyébként én ötletszerzésnek használom ChatGPT-t. Nagyon jó ötleteket ad. Lebuktatok már? Nem. Reméljük nem is fogunk. Majd most. Az egyetemi előadásokat hallgassa meg, és abból készítsen egy nagyon részletes vázlatot, amit a vizsgán utána fel tudunk használni. Kapáltatnék vele, hogyha olyasmi van, ami ilyesmi. Nem nagyon van kedvem csinálni, vagy időigényes, azt megcsinálnak az emberre. Én empátiás ember vagyok, úgyhogy én nem használnék robotot, megmondom őszintén. Most ne a szennyesémet, de azt lányok is megteszik, szóval. Akkor a lányok robotok? Nem kell, nincs szükségem robotokra. Én eléggé lusta vagyok, ez leginkább ilyen házi munkákat, meg így szobatakarítás, meg ilyesmi. A modern technológia szorosan integrálódott az oktatásba. A diákok gyakran fordulnak segítségért a ChatGPT-hez, sokszor a pad alatt dolgozat megírása közben. A mémben a maszkot viselő gonosztevőt, a titkos segítőt a tanár lebuktatja. A platform ugyan tud hasznos lenni, de a válaszai sokszor pontatlanok és nem megbízhatóak. Szerintetek mennyire fogja segíteni, vagy éppen elbutítani a következő generációt? Az a pillanat, amikor rádöbbensz, hogy ez a barátságos AI, amit csak úgy szórakozásból használtál, képes már a munkádat is elvégezni. A digitális utódod sosem fárad el, kávét sem kér, és még túlóra pénzt sem igényel. Vajon mennyire lehet majd helyettesíteni vele az emberi munkaerőt és intelligenciát? Az emberiség 5 évezreden át gyűjtötte azt a tudást, ami civilizációnk alapját képezi. Vajon a ChatGPT komisz kislányként felgyújtja ezt a tudást egy virtuális forradalom jegyében?
Már sokan a digitális amnézia áldozatai vagyunk, hajlamosak vagyunk elfelejteni információkat, mert online könnyen elérhetőek. Átírhatja a gépi szuperintelligencia az emberi tudást. A kód, amikor elsőre működik, csoda. Amikor pedig nem működik, hát köszönetet lehet mondani az indiai srácoknak a YouTube-on, a Vakszerencsének, a Stack Overflow-nak, amilyen kérdés-válasz platform, és azoknak a rég elfeledett fórumoknak, ahol valahol, valamikor valaki már megküzdött ugyanezzel a problémával. Amikor az emberek meghallják, hogy modellekkel dolgozol, feltételezhetik, hogy az életed tele van csillogással. Amikor egy informatikus mondja ugyanezt, az egy sor komplex algoritmusra utal. A gépi tanulás világában ezek a modellek adatokból tanulnak, hogy előrejelezzenek és döntéseket hozzanak. Nem éppen olyan csillogó, mint egy kifutón sétálni, de lehet izgalmasabb a technológia és tudomány szerelmeseinek. Bár a mesterséges intelligencia rendkívül fejlett és képes számos feladat elvégzésére, nem helyettesítheti az emberi gondolkodást, kreatív probléma megoldást és érzelmi intelligenciát. Legalábbis addig, míg meg nem jelenik a sci-fi filmekben is megmutatott szuperintelligencia. Dr. Szűcs Novák Ritával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Digitális Technológiai Intézetének adjunktusával beszélgetünk egy feltörekvő technológia, a mesterséges intelligencia számtalan lehetőségeiről és kihívásairól. Szeretettel üdvözöllek! Köszönöm szépen a lehetőséget! Miről szól a mesterséges intelligencia? Manapság rengeteget hallunk róla, de mit akar valójában ez a terület? Az automatizált eszközök már az ókortól elkezdték érdekelni az embereket, de egyébként az 1970-es évektől kezdődtek meg az igazi mesterséges intelligencia kutatások, és valójában a mesterséges intelligencia azt jelenti, hogyan tudjuk reprodukálni az emberi gondolatokat, az emberi intelligenciát. Van, akinek a robotok, a Terminátor film, vagy egy mindent megoldó szuperszámítógép jut az eszébe, és ezek közül sok eddig még csak sci-fi elképzelések voltak. Milyen trendek azonosíthatóak ezen a területen, és hogyan fogják befolyásolni a jövőnket, azaz valósággá válhat-e a fikció? Számtalan trend ismert a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Az első igazi nagy mesterséges intelligenciával való találkozás egyébként a Star Wars-ban volt, amikor kivetítették ugye ilyen 3D formában az élőlényeket, de egyébként szószoros értelmében a Terminátor klisétől nem kell aggódnunk, nem kell félnünk a mesterséges intelligenciától, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy az mesterséges intelligencia emberhez kötődik, az embertől tanul, és itt egy nagyon-nagyon fontos dolgot kell említeni, hogy tanul, hogy folyamatosan tanul. Ezzel kapcsolatban van is egy ilyen érdekes történet, hiszen a Twitternek volt egy ilyen kezdeményezése, hogy egy középiskolai lányt formázott meg mesterséges intelligenciából, akinek az lett volna a feladata, hogy az emberi kapcsolatokat jobban megismerje. De mivel ez a középiskolás lány, úgymond a fiatalokkal tartotta a kapcsolatot, és a fiatalok pedig kihasználták ezt, és trollkodásra használták a vele való kontaktot, ezért pillanatok alatt, talán egy napon belül egy fajgyűlölő és rasszista középiskolás lány nyáfajult ez a kezdeményezés, úgyhogy utána át kellett kalibrálni, és mostantól egy teljesen békés lányról van szó. Említetted, hogy emberektől tanul adatokat. Elképzelhető az a jövőben, hogy szuperintelligenciára tesz szert, hogy az emberi kreativitást vagy gondolkodást meghaladó képessége lesz, hogyha annyi inputot tud szerezni a feltalálóitól? Természetesen egészen biztos, hogy bizonyos területeken az embert meg fogja haladni az intelligenciája, de az érzelmi intelligenciával azért ő még nagyon-nagyon gyatrán áll, úgyhogy nem gondolnám azt, hogy minden munkát, minden lehetőséget
tud venni az emberektől. Inkább ezek a monoton munkák azok, amikben tud segíteni egyébként az embernek. Említetted, hogy a repetitív munkaköröket helyettesítheti ez a technológia, de mi a helyzet a kreatív iparágakkal, mint a grafika, a zene, az irodalom? Kreatív iparágakban is megjelenik, hát meg is jelent már, mert mindannyian tudjuk, hogy képgeneráló mesterséges intelligencia, zenét generáló mesterséges intelligencia megjelent, és akik ugye nem látták, érdemes megnézniük az Azaria és Szoboszlai koprodukcióját, ami hihetetlenül nagy népszerűségnek örvend már hazánkban. Ennek ugye egyrészt a kíváncsiság is az oka, mert az emberek mindig kíváncsiak, hogyha valami újdonság megjelenik a digitális technológiában is, ahogy máshol is. Másrészt pedig az, hogy a Szoboszlai személye, az ugye szorosan összefor a magyar sporttal, és így van egy ilyen nemzeti kultuszépítés is abban, hogy a mesterséges intelligencia itt is helyet kapott. Az egy másik kérdés, hogy etikailag mennyire megfoghatók ezek a kezdeményezések, hiszen ugye a képgeneráló az úgy működik, hogy betáplálnak híres képeket a mesterséges intelligenciába, és ezeket használja fel utána a képkészítő üzemmódban, és ugye itt kérdésként merül fel a szerzői jog, hiszen valószínűleg Van Gogh, Picasso és akár a ma élő szerzők is nem adnak engedélyt arra, hogy a mesterséges intelligencia éljen vagy visszaéljen az ő képeikkel. Szerinted mik még az AI-nak a legnagyobb kihívásai, illetve beszélhetünk számodra a legérdekesebb alkalmazásokról is? Vannak kihívásai, hát a legfontosabbak az szintén a szerzői jog és egyéb etikai kérdések kapcsán említhető, de egyébként az az érdekes, hogy a mesterséges intelligenciának van már olyan formája, ami megpróbálja kiszűrni az olyan mesterséges intelligenciai alkalmazásokat, amik etikailag, erkölcsileg megkérdőjelezhetők. Ilyen például a LinkedIn-nek is van egy olyan pozíciója, hogy mesterséges intelligencia etikai tisztviselői pozíció, ezt így lehet fordítani magyarra, és ő azt figyeli, hogy a mesterséges intelligencia minden esetben az emberi jogok, az emberi erkölcsi útmutatók alapján jár el. Akkor szinte a technológia szabályozója maga a technológia lehet, és hogyha már itt szabályozásokról beszélünk, akkor az utca embere sorozatban nagyon sok diáktól hallottuk azt, hogy dolgozatoknál, beadandóknál felhasználják a mesterséges intelligenciát, de cél az, hogy egy pozitívabb képet formáljunk, tehát hogy használhatják fel a gyerekek a ChatGPT-t vagy más alkalmazásokat annak érdekében, hogy személyesen, professzionálisan fejlődjenek és a karrierjük is új szintekre emelkedhessen. Én azt szoktam tanácsolni a saját diákjaimnak, hogy nyugodtan használják a mesterséges intelligenciát. Ezt mindenképpen jelöljék is meg a dolgozatukban, hogy ezt igénybe vették. Viszont ne írassanak meg egy egész dolgozatot a mesterséges intelligenciával, de kérhetnek ötleteket, vagy egy összefoglalót készíthetnek a mesterséges intelligenciával. Talán nem nagy bűn, hogyha megemlítem, hogy maguk a kutatók, a tanárok is szokták absztrakt készítésre, egyéb összefoglalók, beszédek megírására használni a mesterséges intelligenciát, amikor igenis a saját anyagukat használják fel alapul, és annak kapcsán kérnek a mesterséges intelligenciától segítséget, hogy különböző csomópontokra tegyen fókuszt, és mutassa meg rövidítve, akár kulcsszavak segítségével a lényeget. Hogyha neked lehetne egy robotod, akkor azt mire használnád, és miért pont azt a funkciót végeztetnéd el vele? Az első válaszom az lenne, hogy nem szeretnék ilyet csinálni, de hogyha átgondolom ezt a kérdést, akkor mindenképpen egyrészt a szakmámból adódóan vagy egy oktató robotban gondolkodnék, vagy pedig egy segítő robotban. Egy olyan segítő robotban, aki akár segít az idősek ápolásában, az időseknek társaságot biztosítani, vagy egy olyan oktató robotban, aki a gyerekeknek segít testre szabott oktatási módszert kitalálni.
És arra vagyok még kíváncsi, hogy mi inspirált arra, hogy a 19.-20. századi nőneveléssel foglalkozz a doktori munkádban és a most megjelenő könyvedben. Bármennyire is meglepő, én alapvetően egy történeti szempontú kutató vagyok. Én az ELTE magyar szakán végeztem, ott szereztem a mesterdiplomámat, és utána jöttem el az EKE neveléstudományi doktori iskolájában neveléstudományból doktorálni. Neveléstörténeti doktori munkám során engem nagyon érdekelt az, hogy a 19. illetve 20. századi nőknek milyen lehetőségeik voltak az oktatásban, milyen lehetőségeik voltak a munkavállalás terén, és hogy ezt hogy változott évről évre. Női példaképekről beszélve, mit üzennél a mai lányoknak, nőknek? Amikor ezt kérdezed, akkor sok klisé jut eszembe, hogy merjenek nagyot álmodni, bízzanak magukban. Egyébként ezek is igazak, tehát a klissék általában valami valóságon szoktak alapulni, és szerintem ebben az esetben is erről van szó. Én azt mondanám, hogy ahhoz, hogy merjenek nagyot álmodni, ahhoz azért egy jó adag szorgalom, jó adag tanulás és jó adag olvasás is kell. Merjenek nyugodtan nagyot álmodni, de tegyenek konkrét lépéseket is az ügyben, hogy teljesüljenek a vágyaik. Tehát valósítsuk meg az álmainkat nap, mint nap. Így, ahogy mondtad. És így teljesülni fognak. Nagyon szépen köszönöm az értékes gondolatokat. Köszönöm szépen.